Szeretettel köszöntöm minden kedves barátomat és üzletfelemet. Na, miből idéztem? Így van, Milner Mici mackójából. A mikrofonnál Ákos, a monitoron pedig a Mountain Blade nem is annyira új, de mégis a legújabb része, amit Fire and Swirl, amit a drágálatos nézőim. Ha máshonnan nem, akkor Sienkiewicz, mert hogyha egyáltalán így ejti a nevét, regény ciklusából vagy trilógiájából ismerhetnek, aminek az első kötete, hogyha jól emlékszem, a Tűzzel Vassal. A második talán a Kislovag, a harmadikat pedig nem tudom, nem emlékszem egészen pontosan, de feltételezem, hogy nem is azért jött videót nézni, hogy irodalomleckéket hallgassál. A történelemből is csak annyit, hogy Lengyelország éppen azon szakaszában vagyunk, ahol ütik, mint a répát. Mondjuk melyik szakaszában nem ütötték. Talán inkább mesünk neki egy új játéknak. Aztán majd a nagy térképen egy kicsikét jobban körülnézünk és tisztában kerülünk a helyzettel. Normál nehézségi fokozaton fogom elkezdeni a játékot, ezt egyébként a további videókban is tartani szeretném. Függetlenül attól, hogy valamilyen let's play jellegű mókát fogok csinálni, vagy konkrét végigjátszást. És természetesen nem fogunk mentés nélkül kilépni, olyat csupán a gördeszkások csinálnak. Névnek például jó napirazós hagyományokat követve, választjuk a Tibort, és hogy a franciás állatoknak is odabasszunk egy kellemeset, legyen például The Budapest. Meg ne kérdezzétek egyébként, hogy ez mit jelent, vagy egyáltalán jelente valamit, nem tudom, és nem érdekel. Részemről már az is eléggé komoly fegyvertény, hogy egyáltalán tisztában vagyok azokkal, hogy franciák élnek, köztünk léteznek itt Európában. Félre ne értsetek, nem mintha ettől boldog lennék, de hát oh well. You can't always get what you want. Közben nekiálltam a karakteremet összerakni. Power Strike, vagyis ütőerő. Természetesen rakok rá, hiszen ki ne szeretné, hogyha egy szabja jó erősen belállna az agykoponyájába. A gránátdobást úgy vélem, hogy hanyagolom egyelőre, mert a grántok a játékban egyrészt szürreálisan drágák, másfelől ahhoz viszonyítva nem is annyira jók. Így ott szívesen fogok használni, de a játék kezdetén legalábbis nem hiszem, hogy számottevő eséllyel fogok szert tenni egyre. Lépjünk inkább tovább. Athletics. Lövöldözni viszont fogunk lóhátról, úgyhogy ezt megpakolom, amennyire csak tudom. Inventory management. Hát ez még egy olyan dolog, ami a játék kezdetén nem feltétlenül lesz nagyon hasznos, de hogyha az ember rak egy-két pontot rá, az soha nem lesz egy nagyon nagy mellélövés. És akkor nézzünk valamit úriemberünk arcára. Random. Hát... valami jóféle kozákos külsőt kellene összehozni. Azért olyan túl sok... tökéletes! Éppen mondani akartam, hogy azért olyan nagyon sok időt nem szeretnék ezzel tölteni, és már is megvan a tökéletes jelölt. Már mehetünk is. A játék tutoriál részével nem szeretnék a szükségesnél több időt tölteni. Viszont érdemes megnézni ezt a Sidesword-ot, vagy Broadsword-ot kollégánk, Tibarunk kezében. Korszak nagyon szép találmánya, hasonlóan például a rapírhoz, vagy a két közös karthoz. Ez a fantasztikus találmányt most éppen arra használom, hogy kíméletlenül megöljek egy rohadék veszőkerítést. Erős kérdéseim vannak a karakterem éppen mélyűségét illetőleg. Ami viszont most következik, az az, hogy a kedvetekért halálra rúgtok egy embert. Nagyon lovagias. És hogyha megfigyeltétek, akkor összetettem, mert a játék egy excellent szóval jutalmazta. Tehát mit tudnék erre mondani? Srácok, lányok, ne próbáljátok ezt ki otthon, jó? Véletes kollégáink pedig újabb áldást kapnak a nyakukba. Egyáltalán nem érdekli őket, hogy hátulról tarkon vágom őket. Éles karlal. Amiről a játék azt írja ki, hogy... knocked unconscious, tehát eszméletlenre vertem őket, eszméletlenre ütöttem őket. Igen, egy éles kard általában, különösen, hogyha átszúrod az embereket, akkor eszméletlenségre fog kárhoztatni. Végülis a halál is felfogható egy eszméletlenségként. Nagyon szívesen, drága barátom, nagyon szívesen, bármikor máskor. Ideje lóhoz jutnunk. Nagyon figyeljetek, ugyanis ez egy nagyon fontos lecke, az életetekben is nagyon sűrűn fogjátok használni. Hogyha szeretnétek egy lovat, akkor semmi más teendőtök nincsen,
mint idejönni ehhez a kapuhoz, vagy bármilyen kapuhoz, a lényeg az, hogy egy jó, rohadt nagy lakattal legyen lezárva. Aztán fogjátok a húzogatlan cső lőfegyverteket, és egész egyszerűen ledöbitek. A kapu mögött lovat vagy lovakat fogtok találni, függően attól, hogy hányan vagytok, mindig a megfelelő számot, és természetesen felnyergelve. Már zúzhatunk is az éjszakába. Már amennyire ez a nyomorékló zúzni tud. Pedig nincsen BKV színekre festve, úgyhogy nem teljesen tudom, hova rakni ezt a dolgot. Hol van a többi majom? Erősen lemaradva. Közben a program megismertetett minket a lovak kezelésével, tehát lényegében kaptunk egy kezelési útmutatót, egy kezelési kézikönyvet, egy manualt a lovakhoz. Bár az életben is ilyen egyszerű lenne, VASD. És már is elhibáztam az egyik csávót. Igazából nagyon profi vagyok abban, hogy embereket elhibázzak lőfegyverrel. Amint azt a sorozatban látni fogjátok. És arról valószínűleg epés megjegyzéseket fogtok tenni a komment szekcióban. De tudjátok mit, igazatok is van, elvégre ez a videó végeredményben a ti szórakoztatásokat. Elnézést, beszélni nehezen magyar szolgálja. És közben úgy látom, hogy némi hullakupacot létrehozva sikerült kieszközölnünk egy elég erős győzelmet. Most a párbeszédeket én azért a korábbi játékaim során már áttanulmányoztam, úgyhogy engedelmetekkel ezeket átléptetem. Igyekszem, remélem legalábbis, hogy nem fogom túlzottan sűrűn elfelejteni, olyan sebességgel léptetni ezeket a párbeszédeket, hogy amennyiben szeretnétek, nagyon szépen köszönöm, amennyiben szeretnétek, úgy legyen idő szüneteltetni a videót. Most azonban megállítom egy kicsit a játékot, és körülbenézünk a nagy térképen. Pontosabban a térképen, hiszen a csatának a terepét nem mondanám különösebben térképnek. Észak-keleten, hogyha az iránytűmet jól pozícionálom, láthatjátok Moszkvát, Tulát, stb. A Moszkovita cárság, vagyis lényegében Oroszország színeiben. Tőle nyugatra a svédek, svéd királyság, ez a sárga, narancssárga, barack szín, nem tudom, nem érdekel, leszarom, nem vagyok nő, sárga is kész. A lengyel királyság. Itt vörössel láthatjátok a Bogdan Khmelnyicki vezette kozák hetmanátust. Kijev, a Szícs, ugye, Cserkaszi. És itt, ezen az kékezöld, olajzöld, valami hasonló szín világban pompázó Baksi Szeráj Prekop. Mi ez? Krími tatárkánságot. Már amennyi maradt belőlük. És most meg kéne keresnem, hogy én konkrétan hol vagyok. Igen, Smolensknél. És lassan elvállalhatnánk az első küldetésünket, ám előtte szeretnék összeszedni egy néhány embert, mert amit tenni fogunk, az rövidesen némi ütközet lesz. Ehhez előtte kerül nézek ebben a fantasztikus kocsmában. Elég rendesen tömve vagyunk. Hát mondjuk fasza a sör, ezt ugye szokták mondani, hogy jó bornak nem kell cégér. Szinte éhes leszek erre a grafikára. Pauzitor. Erre mindjárt visszatérünk, egyelőre ezeket a jó embereket tisztelettel felbérelném. Kik vannak még itt? Janusz edző, hogyha jól emlékszem, akkor... Kész csokom csávó, Tibor de Budapest vagyok, és komolyan nagy király. Hogyha ezt itt korrektül elolvassátok, akkor látni fogjátok, hogy ő a lengyelek örököse, vagy hát trónkövetelője sokkal pontosabban, nem örököse. Elképzelhető, hogy örököse, nem emlékszem rá. Kolonel Zaglóba, őt pedig ismerhetitek a könyvből, és konkrétan éppen elküld a jó édesanyámba. Őrán még visszatérünk, hogyha a lengyelekhez fogunk csatlakozni. Ezt a jó embert viszont